Ez itt a rap terápia, te show a rap terápia. Szakít a rap terápia, üvölt a rap terápia. Fülesben rap terápia, kocsiban rap terápia. Hangfalból rap terápia, most szól a rap terápia. Bólogató szép estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap Terápia FM 92.4 Maxi Rádióban, a Rap Terapeuta, ezúttal is Bíró Dávid. És a másti vendégeim hát gyakorlatilag kiszorítottak a stúdióból szinte, hogy itt van a Punchlines csapata, mellettem Fakapó, Zial, Zsilinszki Már és Nickname. Szevasztok, srácok! Szevasz! Hello, szia! Jó, jó! Hey, hey. A Punchlines Rádió is a másti vendégünk, Bíró Dávid. Ja, tényleg, igen. Igen, és igen. Lesz egy kis blabla. Blabla, így van, így van. Várom a kérdéseket akkor. Hogy van? Hát igen, abszolút jól vagyok. Hát mondjuk 24 órával ezelőttől kezdődően én egy jó 3 órát töltöttem a kórházba tök feleslegesen a kislányommal, úgyhogy jó, kényelmesen kipihentem. De visszatérve rátok. Punchlines, mi a fene ez igazából? Tehát hallottunk már erről, aztán így eltüntetek, aztán most visszajöttetek, szóval hogy lehet ezt összefoglalni, minek lehet nevezni ezt? Egy hát híroldal? Igen, mondhatjuk egy híroldalnak is, még igazából ezt elkezdtük együtt csinálni először a Márkkal, ketten a szerelővel. Yep. Aztán pedig így gondoltuk, hogy akkor beveszünk másokat is a balhéba, és így lett benne a Fakapó, a Gege, most már a Zial és a Csató és a Deák Zsolti nevű cimboránk is, ő a legújabb tag. De én voltam bevéve legelőször. Ez fontos volt megérzni, igen. És, hát ezt elkezdtük csinálni, és aztán átlettünk csábítva a, hát kimondhatom, hiphopontúl az átívott minket a Wolfi, mert mondta, hogy így tök jó, amit csinálunk, és hogy miért csinálnánk 1000 ember helyett 80 ezernek. És akkor elkezdtük ezt így csinálni, és akkor mostanára tartunk ott, hogy inkább akkor megint a Punchline szeretnénk. Ha már így felhoztad ezt a dolgot, akkor ennek mi valami háttérsztoriát azért hogy nagy vonalakban el tudnád mondani, hogy miért jöttetek el 80 ezertől inkább az 1000-hez? Mert itt sokkal szabadabban csinálhatjuk azt, amit akarunk, sokkal inkább a saját véleményemet tükrözhetem ebben az egészben, mint ott. Igazából, mert én nem akarok mindent kirakni, ami magyar és megjelent. Nekem ez nem tetszik, uh-huh. Ez így. Tehát akkor magyarul itt azt mondod, hogy itt igazából mondjuk a ti véleményetek szerint jó cuccok kerülnek ki. Igen. Nem arról van szó, hogy mondjuk Majkától Mr. Basztáig minden. Nem, de hogy is. Hip-hop ponton amúgy ezt a kettőt pont nem. Ja. De... nem volt szabad. Ez a kettő pont tabu volt. Ja, értem. Jó, akkor, tehát akkor lényeg, ami lényeg, hogy ez egy szűkebb kör, de ugyanakkor sokkal inkább titeket tükröz. Hát meg inkább a saját házunk táján sepergetünk, mint a másikén. Tehát, hogyha már csináljuk, akkor inkább magunknak csináljuk. Ez mit jelent, hogy sajátok háza táján? Tehát, hogy olyasmi zenét, mint amit ti csináltok, vagy a slangvicsre gondolsz konkrétan? Nem, hát maga a Punchlines-t igazából, hogy mint a mi fiunk Bórja, így inkább oda tennénk maximálisan magunkat, mint hogy egy másik oldalra összpontosítsuk a figyelmet, meg az energiát. Saját tartalmakat csinálni többek közt, hogy ne csak új zenéket, hogyha kihoznak új zenéket a srácok, megosszuk valahol, inkább arról szól, hogy saját weboldalt szeretnénk majd idővel, és arról keresztül riportokat csinálni, videós, írott. Saját műsorok. Igen. Világos. Egyébként egy ilyen weboldal összerakása, ez nem egy ilyen 2 perces dolog, és azt tartalma megtölteni, az pláne nem az, én tudom, higgyétek el, én tudom, hogy ez hogyan működik. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy akkor mikor lesz ebből weboldal, mikor lesz belőle híroldal, vagy ez egy olyan távlati terv, ami így hát majd lesz, mint ahogy a Pónik lemez is. Pont ezt akartam mondani, hogy a kettő szerintem kb. Egyszerre fog megjelenni. Előtted a válasz. Mind a kettőn dolgozunk. 2000-valahányban. Jó esetben, igen. Értem. Tehát, hogy tegyük fel, hogy mondjuk a híroldal létrejön mondjuk 2019. február 23-án, akkor mondjuk mi lesz Zial, föltesz kérdéseket különböző MC-knek, Nicknél majd vágja a különböző videókat, interjúkhoz, már csinálja a mondjuk a dizájnt, és akkor nyilván a fémet meg majd a faka fölözi. Tehát kikére, valami ilyesmire lehet egyébként számítani? Kikérem magamnak, hogy a Csabi vágja a videókat. Én meg minden mást. Világos. De most mire lehet számítani? Tehát, hogy akkor szedtek össze újságírókat? Nem, mi szeretnénk kiírni az egészet, szerintem van annyi fantáziánk, meg nem tudom micsoda, hogy így magyar szakosunk. Van egy igen, hogy majd javítja az írását. Korepetál. Tehát akkor én ahogy látom, itt még nincs összeállva a koncepció egyébként. Hát, haladunk igen. Felé, hogy összeálljon. Van emberünk, aki megcsinálja magát a weboldalt is.
ha jól sejtem. Van igen, emberünk is. És igazából hát a tartalmakat kell megcsinálnunk hozzá, hogy azt tudjon folyamatosan pörögni. Persze nem egy hírrel fogunk kijönni egy weboldalon, hanem egyszerűen inkább többen. Én szerintem interjúk, videós, mint mondtam, Cypher videókkal is készülünk, szobaszervizzel, hasonló történetek. Ha az interjút akkor lefoglalom most egy hivatalosan. Igen, igen. Mindenki interjút vállalod. Szóval én meg a puli beszámolókat igazából. Nincs fese. Igen, igen. Oké. Hogyha a tartalomról beszélünk, akkor itt van húzva egy csík egyébként, hogy mondjuk legyünk pártatlanok, vagy mondjuk el a véleményünket, hogyan gondolkodtok? Ami jó, az jó, és az kikerül az oldalra. Szerintem így gondolkodunk. Ami szerintünk jó. Most hát szerintünk nyilván jó, megtartjuk igen. Megtartjuk azt a szuverén jogot, hogy a saját ízlésünk alapján formáljuk az egész Punchlines dolgot. Hány főt mond? 8 fő? Ugye, ha jól számoltam, 8-an vagytok. 7-8-an? Hát, heten talán. Akkor bocsánat, akkor 7-en vagytok. Tehát a 7 főnél tudja, hogy nincs mi. 100%-ig. Ja, persze, vacsán. Szóval, ember plusz 1, tehát igazából így. Szóval 7 főnél nincsen olyan, hogy minden 100%-ig egyezik. Ilyenkor mondjuk vitás helyzeteket hogyan oldjátok meg? Szavazással, vagyis az van, amit a fakadon? Én egyszerűen felkelek és elmegyek onnan is. Bepukkadok. Faka megsértődik és utána kirakjuk. Persze. A dolgokat. Nem, kilép a faka. Nem a fakát rakjuk ki, hanem azt, amit ki szeretnénk tenni. Aha, igen. Igen. Neki esetleg nem tetszik, vagy neki ne esetleg nagyon tetszik, és akkor ennek fényében kirakjuk, vagy pedig nem rakjuk. Amikor leüvöltöm a monitort. Az egyszer volt másfél évvel ezelőtt, hogy töröltünk egy faka posztot. Nagyon jó volt az a szám pedig. Jó, oké. Akkor nagyjából az ötleteitek azért megvannak, tehát akkor mondjuk azt, hogy lesznek ilyen kis információk előadókról. Itt bennetek miért van meg egy ilyen dolog, hogy ti fel szeretnétek karolni, mert ez kimondatlanul ez itt erről szól, hogy felkaroltok olyan embereket, akiket tehetségesnek tartotok, vagy nincs annyi elérése még ezeknek az MC-nek előadóknak, hogy ti akkor szeretnétek teret adni. Ez miért van meg bennetek? Mert általában én azt látom, hogy annak a szemétnek is jobban megy, mint nekem, hogy menjen az anyjába. Én nem tudom, én a Csabi árnyékába élek, én hozzá vagyok szokva ehhez, tehát fogom. Az óriási árnyékom van. Igen. Nem, hát igazából én úgy gondolom, hogy nekünk van egy olyan rálátásunk erre az egészre, hogy tudjuk végül is, hogy mi a minőség. Akkor is, hogyha esetleg valaki szerint nem jó, amit mi csinálunk, vagy akármi, akkor is szerintem így látjuk, hogy így mi az, ami jó, mi az, ami nem, legalábbis én így érzem. És ez alapján tudjuk eléggé szelektálni a dolgokat, hogy mi kerülhet fel egy ilyenre, meg mi nem. De mi a kritérium? Hogy mondjuk szövegileg hasonlítson a ti véleményetekhez, nem. Vagy inkább az, hogy rendben legyen, jó keverés legyen, jó minőségű videóklip, vagy legalábbis valami lyrics videó. Általában, hogyha valakinek tetszik valami, a közös beszélgetésre bedobjuk, és akkor szavazzuk meg, hogy tetszik, igen, nem tetszik. Igen, tehát igazából annyi a lényeg, hogy lehessen rajta érezni, hogy ő azt szereti, amit csinál. Ne legyen túl kezdő, ne is legyen túl nagyképű, tehát ilyen kis kritérium. Igen. Tehát, hogy tényleg így valami jót hozza, ne ezt a szokásosat, vagy... Uh-huh. Vagy ha még szokásos is, akkor is legyen valamilyen... Plusz igen. Így van. Elég sok válogatás lemezen szerepeltetek már különböző formációkban mindenféleképpen, hogy ilyen valami ilyesmi is gondolkoztok egyébként, esetleg ilyen Punchlines lemez, vagy lemez, már felesleges gondolkoztok. Válogatás lemez, persze. Great, hát Punchlines lemezre még nem gondoltunk. Jó, akkor itt az ötlet feldobtam. Okay. Ennyi. Nálatok egyébként a ami most folyik az oldalon, az gyakorlatilag egy ilyen feltörekvő bemutatása, vagy hogyan kell ezt nevezni? Ez a projekt. Ez az oldalnak. Hát ez is részét képezi, de nem csak erre vagyunk rá, vagy csak most éppen ez. Kíváncsiak vagyunk a fiatalságra egyébként. Nekem valamelyik szívügyem is. Szeretjük a fiatal lányokat. De ők repültek zenét, várjál, meg képet sem. Én úgy vagyok vele, hogy engem például soha senki nem támogatott ebben az egészben, mert ott voltam Miskolc, ott nem igazán voltak ilyen befutott rapperek, meg mit tudom én, nem is érdekelt senkit, amit csinálunk, és szerintem azért egy pár arcnak elég jól jönne, hogyha végül is valami kis támogatást kapnák, mert van nagyon sok jó MC, nagyon eldugva mindenfelé. Hát a Miskolcról jöttek ki ezért szerintem jó MC-k, na mindegy, szerintem jöttek ki jó MC-k egyébként Miskolcról. Hát szerintem mondjuk a Nomagrófot tudnám mondani, aki szerintem jó. Hát a Nomagróf is utána jött ki. Tehát miután elköltözött? Szegedről. Ja, értem. Meg nem, igen. Igen, egyébként Szegeden lakott, mikor ő... Neki bepörgött. Ja, igen? De hogy ő is Miskolci. Ő Miskolc, teljesen Miskolc, csak hogy ő is utána.
sikerült egy kicsit ki. Na mindegy, szóval lényeg, ami lényeg, hogy azt szeretnéd, hogy, hogy ne kelljen annyi mindennel megküzdenie azoknak, amivel te megküzdöttél gyakorlatilag. Hát nem is ez, csak hogy legyen segítségük. Tehát meg azt szerintem neki is jól esik amúgy. Igen. Neki jól esik, hogyha látja, hogy mondjuk egy oldal megosztja a zenét. Szerintem meg nekem is jól esik, hogyha valami tehetséges arcnak segíthetek. Tehát saját magamnak is. Vannak jó tehetséges előadók egyébként? Nagyon sok. Vannak. Egy rakás. És még, egy, még sok rakás, aki nem egyébként? Persze, még nem. Sokkal nagyobb rakás. Megmondom őszintén. A legnagyobb rakás, aki nem annyira jó, viszont megvan róla győződve, hogy nagyon tehetséges és nagyon jó. Ebben egyetértünk, Faka. Végre valami. Én a Repterápia Facebook oldalán keresztül rengeteg demót kapok egyébként. Mindig elmaradásban vagyok, és ugye, ugye sokszor már az van, hogy izé, hogy, hogy na, megosztod a izét, tudod, és így, még nem első olvastam, és így, jó, hát akkor mozd már meg, hogy, és így, na jó, tudom, itt, ha ilyen nagy képű vagy, akkor menj anyádba, és a többi, tudjátok. Persze, tehát, hogy, ezt azért kezelni kell, ugye erre, ezzel foglalkozni kell. Bele fog férni mindenkinek az idejébe ez egyébként? Ezért vagyunk ennyien. Ezért vagyunk többen, hogy több fele tudunk figyelni, és ha esetleg valaki, mit tudom én, nem ér rá, vagy többen nem érünk rá, de egy ember van, akkor szólunk, hogy nézzetek már az üzenetekre, hogy ezért jött-e valami új, és dob már be, ami szerinted jó. Hát komolyan gondolkozom, hogy adok nektek adni jogot, aztán majd szóltok, hogy mire figyeljek oda. Elég helyen vagyok, mert nem. Én megmondom őszintén, hogy, hogy én ezzel nagyon nagy gondban vagyok a zenéknek a feldolgozásával. Egyrészt azért is, mert sok olyan van, ami már úgy majdnem jó, de még nem. Tehát érzed benne azt, hogy egy-két év múlva a srácból azért lehet jó MC, de még nem azon a szinten, és pont az a helyzet, hogy ő már érzi ezt, és Az a helyzet áll elő, amit a Faka is mondott, hogy, hogy ő már azt hiszi, hogy ő a legnagyobb csávó, de még nincs ott, pedig az lehetne. És nagyon sokan buknak bele ebbe. Itt arra gondolok, hogy tanácsokat, tippeket szeretnétek-e osztogatni, amivel mondjuk így élhetnének azok az előadók, akik mondjuk jelentkeznek a Punchlines oldalán. Persze, szoktunk is állandóan ilyet csinálni egyébként. Hogyha esetleg én legalábbis a saját oldalamon is, nem a Punchlines-on, de mondjuk, hogyha a nickname oldalra küld bárki bármilyen zenét, én akkor megírom neki a véleményemről. Teljesen normálisan, teljesen úgy, ahogy gondolom, tehát nem mondom azt, hogy te tök jó vagy, mert ismerlek valahonnan, hanem azt mondom neki, hogy figyelj, haver, ezen itt meg ott kéne esetleg változtatni, ha kell, ha meg nem, akkor meg azt mondom neki, hogy tök király, amit csinálsz, és mindenféle, csak tovább. Mindenféleképp kapnak visszajelzést minden formában. Persze, de ugye a kitartás, az sokakban nincs meg az, hogy csinálja, de mondjuk nem éri el azt a szintet, amit akar, és akkor mondjuk feladja, hogy úristen, mondjuk pont, hogy nem osztották meg a zenémet már egy, mit tudom én, melyik helyen, de aki meg tudja, hogy jót csinál, az úgyis csinálni fog, és egy idő után szerintem az úgyis fel fog kerülni arra szintre, hogy, hogy megoszta egy oldal mondjuk például. Igen, van most ez az egyik ilyen csoport a Facebookon. Mondd ki nyugodtan. Egységben a hip-hop. Ja, igen, ismerem őket. Igen. És ott van egy ilyen, hogy mit tudom, berak valami srác egy tök nem túl jó zenét, és hogy figyelj, mert ez miért van, hogy egy klippel együtt, aha, hogy én most kiraktam ezt a zenét, és hogy nincs akkora nézettsége, mint az előző videómnak, és hogy és így nem is értem ezeket a kérdéseket, tehát egy, az előző zenéje se volt túl jó, a következő zenéje se túl jó, a kettőben annyi jó dolog van, hogy csináltak hozzá egy-egy videót, ami szintén nem túl ötletes, és akkor ezen vannak kiborulva, hogy miért nincs akkora nézettség, tehát hogy nem azon, hogy mondjuk mit szólnak hozzá az emberek, például, hogyha alátta, megnézed a hozzászólásokat, lehet, hogy az azért, hogy szörnyű, ez borzalom, ez... Nem, akkor viszont jön az a válasz, hogy mutass jobban, te nem is zenész, te miért szólsz benne, vagy miért mondod nekem azt, hogy ez, amit csinálok, mert mutass jobban, és egy hallgatónak nem lehet véleménye. Tehát ez, a múltkor pont ezt mondtam az IA-nak, és engem tökre nem érdekel, hogyha nekem 1000 nézettség van egy videómon, amíg azt látom, meg azt kapom vissza, hogy haver, ez tök jól sikerült, ez tök király, most nem nyugtattál annyi emberhez, hát nem helikopteren húzom ki magam után egy ilyen papírra, hogy... Világos, itt igazából a számok azok, amik sajnos meghatározóak lettek egyébként így az előadók, meg sajnos egyébként a hallgatók világában is, hogy mindig annak van igaza, aki mögött nagyobb számok vannak. De ez tök hülyeség, mert az IMDb-n is ugyanez van, tudod, hogy hogy nézik az embereket, emberek a filmeket, hogy ez csak ez csak 6,5, ezt nem nézem meg. És igazán egy csomó jó filmet találtam akkor ő is, tehát ez szerintem egy nagyon nagy hülyeség. Kérdése, persze. Tegyük fel, hogy jelentkezik egy előadó hozzátok, mondjuk úgy, hogy egész korrekt, de valóban nincsen meg ez a nézettség dolga. Akkor mit mondta neki, türelem, kitartás, vagy mire kell figyelni? Hát ha annyira jó, szerintem simán vevőek vagyunk arra, hogy behívjuk mondjuk egy Punchlines videóra, hogy mit tudom én, szerintem.
Hát most ez a verseny végül is verseny. Ami van, igen. Ez erről is szó, hogy aki a legtöbb pont, ugye a legtöbb öt, aki a legtöbb pontot kapja, az egy szájfelvédő. Ezzel még szerintem valahogy fogunk még, igen. Tehát pontosítotok még rajta. Nem feltétlen a pontok szabják a VRC-t. Már csak azért sem, mert akkor azt jelenti, majd ki, vagy nem persze, mert úgyis amúgy meg arról szól, hogy kinek van több haverja az oldalon, ami nekünk is jó igazából, mert annál több embert tudnak, hogy lájkolják az oldalt. Másrészt meg ugye nekik is jó, mert kapnak valami objektív véleményt esetleg más irányból is. Tehát akkor lényeg, ami lényeg, hogy lesz majd öt MC vagy előadó, akikkel ti közreműködni fogtok. Hát nem is közreműködni, de mondjuk kapnak tőlünk egy zenét, egy helyszínt, ahol fel tudják venni ezt. Tehát ahol a márkék igen. Nem tudom, láttad-e, mert voltak már Cypher videóink, na azoknak szeretnénk követni így a... Tehát akkor akkor magyarul lesznek újra ilyen kis videók, ahol összeáll 5-6 MC, és akkor nyomjátok a rappet. Így van, csak így akkor pont ezekkel a fiatal srácokkal, vagy ezekkel a... Egy körben. Igen. Vagy fiatal lányokkal. Hát vagy, hogy ők nyomják egy ilyen videóba. Egy körben. Ezt nem hiszem el. Most miért nincsenek női rapperek? Vagy a szene az ilyen, cseréltek már helyet fakalva. Tényleg a lányok is küldhettek zenét bátran, mert egyébként női előadó még nem küldött nekünk. Van egyébként, van egyébként magyar nyelvű csajrap? Van. Van. Van-e jó magyar rap, a csajrap? Igen, ez van a következő kérdés. Hát azt még nem találtam. Én személyesen. Én kimondom a nevét, a Natter MC-nek hallgattam, talán nem tudom, mikor jött ki egy új zené, azt lecsekkoltam, az mondjuk nem volt rossz, sőt. Én elmondám, mi bajom van a női rapperekkel, na, ha már itt tartunk, a magyar női rapperekkel. Mind elszét tud énekelni. Mindannyian negatív témákat tudnak csak boncolgatni, vagy pedig feminista témákat. És itt megáll az egész. Itt a feminista témánál mit? A genderizmusra hát gondolsz? Vagy az, hogy nő vagyok, és én oda és én akkor is megmutatom. Aha, és én foglak téged, tudod, ez az agresszív feminizmus, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Ami szerintem a legrosszabb a csajoknál egyébként, az a tehát a szerelmes reppel, vagy úgy sem vagyok kibékülve, de a csaj szerelmes reppel a legrosszabb. Van olyan amúgy? Micsoda? Azt hiszem, tőle nem hallottam még. Csaj szerelmes reppel. Aha, csak azt szedett csaj reppekben a Magyarországon. Tehát, hogy mindenki énekel nekem. Ez a bajom, hogy az összes csaj reppel elkezd énekelni, mert nő. Akkor most adjunk tippet a csajoknak, hogy külföldi csajrapperek, ki ez, akire mondjuk érdemes odafigyelni, hogy... Hát az összes régi nagy arca. MC Light, Miss Elliot, Lauryn Hill, mondjátok. Szóval mondjátok, én is értem. Lady Lasherbe vagyok szerelmes. Lady Lasherbe is szerelmes, meg a fiatal lányokban. Nagyon sok jó régi előadó van. Heatherby. Igazi jó. Jó, akkor vannak igen. Van egy rakás, csak igazából keresgen kéne, és nem ezt a... Az a baj, hogy ők szerintem egy ilyen magyar rapper vonalat követnek, csak nem a külföldit. Ami nagyon sok magyar rappernél egyébként gond. De legyünk őszinték, a csajok egyébként hátrányból indulnak, vagy a frászt inkább előnyből, mert hogy rögtön szerez magának férfi hát fanokat. Egy jó női rapper előnyből indulna, mert azt mondanák az emberek, hogy wow, de jó, végre egy csaj, aki jó is rappe. De egy rossz női rapper az meg sem mondan. Hát nem tudom, azért Nucsi ír olyan szöveket, hogy emberhaja begöndörödik. Ő egy jó magyar MC csaj. Neki szövege, ha már Nusinál tartunk, akkor szerintem, engem fikázatok, a szövege rendben, nála a flow hiányzik. Mint a legtöbb. Igen, kicsit olyan unottam, ugye. Én a szövegére nagyon rajta vagyok. Jó, oké, de a csajokon is rajta vagy, tudom. Szóval lényeg, ami lényeg egyébként, hogyha mondjuk ti tippet adtok, akkor úgy néznek rátok, hogy a fakaizé mondta a véleményt, vagy az ilyen, a szólanyúból olyat mondott nekem, hogy úristen, vagy inkább úgy néznek rátok, hogy a kollega azt mondta, hogy igen, és látom, hogy nála működik. Tudom, nem kértek még tanácsot, nem tudom. Inkább őket kéne megkérdezni, szerintem. Én megkérdezném őket, de nincsenek itt, úgyhogy muszáj ti vagytok. Engem se kérdeztek még meg. Hát engem szerintem kérdeztek már meg, de nem volt az, hogy de jó, hogy jó. De ezt tudom, azt ismeritek az azért. A társadalomban, hogy mindenki rapper, meg mindenki jobb a másiknál. Tehát most... Nyilván jobb mindenki mindenkinél, de lényeg, ami lényeg, hogy ez, hogy mindenki rapper, ez amúgy jó vagy rossz? Hogyan látjátok? Rossz, hát ez egy rossz. Szörnyű. Nem, nincsenek jó, már hallgatók jóformán. Igen, erről csináltam is egy videoblogot, azt majd nézzétek meg szerintem. Én tehát láttam. Mármint micsoda? Nekem az a csengő hangom. Nem, az amikor autóba... Igen, autóba igen, küldöm. Na, tessék. Na, igen. Ahogy én is láttam. Jó, oké. A képet. Akkor itt...
Akkor itt az a mondat szerintem a legfontosabb, hogy nem állnak be csápolni a másiknak, mert hogy nekem igen, kéne ott reppelni. Meg a barátság, érted? Tehát, hogyha neki valakinek a valaki a fellép, arra ott van, de ha mondjuk jön egy másik, arra már nem fog ott lenni, mert nem érdekli. Uh-huh. És amúgy szerintem nagyon szar hozzáállás, már bocsánat, de tényleg, tehát az, hogy meghallgatom őt, mert ismerem, de hogyha jön egy másik, akkor már nem hallgatom meg, mert nem. Hogyha ott vannak esetleg koncerten, akkor se az van, hogy de jó, és táncolunk el, és figyeljük a zenét, hanem nem, támasztjuk a pultot így, és akkor nézzük mortosan a másikra. Na, nézd már, ez is milyen rím volt már, na, tessék. Múltkor pont volt ez a tehetségkutató, ne haragudjatok, a tehetségkutató volt múltkor Csepelen, és konkrétan bejött 6 lány, és szétfakkolták az egész fellépést, konkrétan akik jöttek fellépni, úgymond MC-k, akik adtak elő zenéket, bejöttek, és szétfújolták, aztán kimentek. És ezért bejöttek, érte, kifizették a belépőt, és ennyi volt a... De várj, de célzottan valakit fújoltak ki? 2-3 emberre emlékszem, akik telibe direkt nekik oda mentek az első sorba. Nekünk volt olyan fellépésünk a Fakáékkal, itt Budapesten, vagy nem itt. Hát ez gyöngyös. Igen. Mindegy, csak mondom. Igen. Hogy én gyorsan jöttük, hogy nem vette észre. Lefoglaltuk. Ott volt ilyen például, hogy nyomjuk a rappet, és feljött egy csávó, hogy elkérte Fakáta a mikrofont, hogy megmutatja, hogy mi az igazi hip-hop, és ott elkezdett az így vakerálni ezt, hogy szóval teljesen borzalmas dolgokat. De tőled vett el a Fakától. Tehát a Fakaputól, aki és ott tényleg ott mindenki a helyszínen freestyle. A Csabinak akarta megmutatni azért. Szóval lényeg, ami lényeg, igen, bejött, elvette a mikit, igen. És ő mondta, hogy hát hogy mutassanak, hogy mi az igazi hip-hop, és néztünk először rá, hogy jó, hát csinál. És elkezdtem szörnyűséget csinálni fent a színpadon, és utána ilyen tök nagy mellénnyel így levonult, hogy ő most megmutatta, tudod nekem. Persze, ott volt két spanyol, azt hiszem, igen, mondta, volt nagyon jó, amit csinál. Csaj, meg egy haverja. És ilyenek történnek meg, és nagyon durva. Mindenki rappel, mindenki MC, mindenki kritikus. Nem is olyan régen egyébként, ilyen 10, mondjuk maximum 15 éve volt itt a Methodben és a Redman Magyarországon koncertet adni. Azt hittem a stúdió. Nem is. Hát, ja, ez is panok. Jó, hát, hogy ülök akkor. Ja, erre repültek a szízék, kigurottak egy tvernyővel ide a stúdióhoz. Szóval igen, mindig egészség pont azt nyilatkozták, hogy azért jó nekik Európába jönni egyébként koncertezni, mert nem az van, hogy mindenki túl kemény, hogy izé beálljon csápolni, amit tudom én, és miért van az, hogy nálunk is megváltozott ez a kultúra gyakorlatilag, ez a parti kultúra? Pont ezért, amit mondtam, hogy mert már nincsenek hallgatók, már mindenki kollega. Ja, miért van az, hogy én itt ülök ebben a stúdióban, csinálom a műsoraimat most már több mint 3,5 éve, és én simán be tudok állni egyébként csápolni ezerrel akár egy pólót. Azért, mert te szereted, érted? Meg te nem rappelsz. Hogy volt 10 éve a Methodban, amikor 3,5 éve van műsor? Ja, tényleg az intrót én rappelem. Jó, de én nem egy ilyen, tehát hogy én is neki kezdtem a szövegelésnek, mit tudom, én csak tudtam, hogy hát basszus, nekem nincs annyi tehetségem, meg tudom. De te szerető ember. Igen, mondom, tehát azt, hogy te szereted a hip-hopot. Igen. Nem, de tényleg ez a baj, hogy az emberek nem úgy kezdenek el most már rappelni, hogy így utána néznek az egésznek, meg hogy így szeretik tényleg a hip-hopot, hanem ó, hallgattam ezt, meg azt a magyar rappert, és akkor ezt én is meg tudom csinálni, meg nekem is lesznek olyan csajaim. Ja igen, meg az a másik, hogy az ilyen feltörekvőknek úgymond egyértelműen meg lehet hallani azt, hogy kiket hallgat leggyakrabban, mert egyértelműen felismerhető. Igen, nagyon túl komoly hatással van, igen. Túl komoly hatással van az inspirátor igazából magára a kreatív produkcióra. Így van. Sajnos szomorú. Na jó, és nagyon sokat beszéltünk, most egy kicsit elmegyünk zenélni, akkor jöjjön Skillwalker és Zial. Az nagyon jó zene elvileg, azt mondták. Végtelen, igen, én nagyon szeretem. Jaj, azt küldték, azt nem írtam rá. Sőt, a golterápiában rendszeresen szól egyébként. Nagyon szépen, mi köszönjük. Mi pedig nem tettük ki. Ennyi. Egy pontot adtak rá. Na jó, most jön ez, és aztán visszatérünk a srácokkal. Nyomj egy lájkot, és iratkozz fel.